A kormánypárti szavazók körében magasabb az oltási hajlandóság, mint a baloldali szavazók között. Az elmúlt hetekben több kutatás erre az eredményre jutott. Elemzők szerint ennek az az oka, hogy a baloldali politikusok bár tagadják, hogy oltás ellenesek lennének, de a megszólalásaikkal elbizonytalanították a szavazóikat. Orbán Viktor arra kérte a baloldali szimpatizánsokat, hogy ne hallgassanak az oltás ellenes kampányra. A vakcina kérdésben végig a demokratikus koalíciónak volt igaza, a magyarok nem oltásellenesek, csak teljesen nyilvánvaló módon olyan vakcinát szeretnének, amelyben megbíznak. A Demokratikus Koalíció szóvivője ezzel a felütéssel tartott online tájékoztatót pinteken. A gyurcsánypárt párt szimpatizánsai élőben követhették a közösségi oldalon, hogy a szóvivő többször is arra utal, a nyugati vakcinák megbízhatóbbak más oltóanyagoknál. A kormány ne riogassa tovább az embereket az orosz vakcinával. Barkóci Balázs nem először hangol a keleti vakcinák ellen. Dél-kínai. Ahogy Gyurcsány Ferenc és a baloldal többi pártjának más politikusai is hónapok óta győzködik arról az Embereket, hogy ezeket az oltóanyagokat lehetőleg ne válasszák. Innen-onnan összeszedett, talán hamisított keleti vakcinák. Ő azt mondja, hogy a 600 ezer kínai vakcina az megmentette 600 ezer ember életét. Legalább röhöghetek? A kínai gyártók körül ráadásul súlyos bizonytalanságok vannak. Orosz vakcinát csak akkor vagyunk hajlandók elfogadni. Csak néhány példa azokból a nyilatkozatokból, amelyeket az ellenzéki politikusok az elmúlt hónapokban tettek. Gyurcsány Ferenc pártja egy petícióban még a sinofarmoltás betiltását is követelte. Oltás ellenes kampányukat azután sem állították le, hogy a párt kis tarcsai képviselője elutasította a kínai oltóanyagot, majd elkapta a koronavírust, és az orvosok nem tudták megmenteni az életét. A magyar nemzet akkor úgy fogalmazott, lehetséges, hogy a képviselő pártja felelőtlen kampánya miatt nem kérte az oltóanyagot. Az ellenzéki szavazók körében kisebb az oltási hajlandóság. Ez derül ki a baloldalhoz közeli Policy Solutions által közzétett kutatásból is. Az intézet mérése szerint az ellenzéki szimpatizánsok 30%-a mondta azt, hogy nem adatná be az oltást, míg a kormánypárti szavazóknál ez az arány 19%. Közben a baloldali válaszadók körében azok száma is kevesebb, akik kérnék a vakcinát, míg náluk ez az arány 59%, addig a kormánypárti megkérdezetteknek már 71%-a nyilatkozott ugyanígy. Önök kizárólag hatalmi, piti, politikai, szánalmas érdekeik alapján próbálják őket az életmentő oltástól elriasztani. És sajnos voltak, akiket sikerült elriasztani. A Policy Solutions felmérésére utalt csütörtökön a parlamentben a KDNP frakció szóvivője is. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, az oltásokban elbizonytalanító és súnyi kampány felelőssége a baloldali politikusokat terheli. Lehettek olyan emberek, akik visszautasították a keleti vakcinát az önök mondataira hagyatkozva, és önökben bízva, és aztán ne Isten elkapták a betegséget, vagy akár súlyos következménye is lehettek. Önök a felelősek ezért a viselkedésért. A baloldal oltás ellenes. Oltás ellenes kampányokat folytatnak. És akik rájuk figyelnek, azok bizony meg is értik, hogy mit mondanak nekik, és ők kevésbé akarják magukat beoltani. Ne hallgassanak a pártjaikra, és oltassák be magukat. Orbán Viktor miniszterelnök Pinteki rádió interjújában ezt kérte azoktól a magyar emberektől, akik, ahogy fogalmazott, nem a kormánypártok hívei. A kormányfő a kérést délután saját közösségi oldalán is megosztotta. Nem csak a saját híveinkhez beszélek, én az egész ország miniszterelnökeként kell, hogy végezem a munkámat, és most is mondom nekik, hogy ne hallgassanak a baloldali pártok oltás ellenes kampányára, ez nem politikai kérdés. Azzal, hogyha nem oltatják be magukat, nem a kormánynak, nem nekem ártanak Ne hallgassanak a saját pártjaikra, az ő oltás ellenes kampányuknak ne üljenek föl, hanem vegyék föl az oltást, mert itt emberi életekről van szó, az övékéről is, meg persze azokéről is, akiket megfertőzhetnek, ha nem oltják be magukat. Úgyhogy appellálok a baloldal megértésére és a baloldali szavazók felelősségérzetére is. Orbán Viktor hangsúlyozta, az oltás és az oltás felvétele nemzeti ügy.